munkában az úgynevezett hulladékkommandó korábban Radnóti Ákos alpolgármester kezdeményezésére indult kiemelt ellenőrzés sorozat az illegális hulladéklerakók felszámolására és a tilosban szemetelők tettenérése érdekében. Komoly gondot okoz a szabályszegők fülöncsípése, éppen ezért nyáron sem pihentek a Győr-Szol és a közterület felügyelet szakemberei. Közterületen elhelyezett hulladék mennyisége az folyó évben sajnálatos módon nem csökkent. Azt tudom mondani, hogy a tavalyi évben összesen több mint 400 szabálysértési eljárás kezdeményeztünk az illegális hulladék lerakókkal szemben. Sajnálatos módon augusztus 31-ére ezt a tavalyi év összes számot már most 50%-kal meghaladta az általunk, illetve a kommandó által kezdeményezett szabálysértési eljárások száma. Hiába a folyamatos ellenőrzések, az illegális szemetelések száma nem csökken Győrben. Nyár végéig már annyi esetet derítettek fel, amennyi tavaly az egész évben történt. Főleg a szelektív szigeteknél sok a szabályszegés, mert sokan úgy gondolják, hogy elég csak letenniük a lomot a tároló mellé, pedig az ugyanúgy szabálytalan, mintha valahol az út mellett szemetelnének. Több mint 180 szelektív hulladékgyűjtő sziget van, tehát a közterületfelügyeletnek az illetékességi területe Győr város, azon belül sajnálatos módon minden városrész valamilyen szinten érintett. Vannak olyan helyek természetesen, ahol nagyobb a gond, gyakoribb, vannak olyan területek, ahol ritkábban ellenőrzünk, meg kisebb gondok van, de mindenhol jelen kell lennünk. A hulladék kommandó szinte éjjel-nappal szemmel tartja a lehetséges illegális szemétlerakó helyeket, de úgy tűnik ez sem visszatartó erő, mint ahogy a komoly bírság sem. Reggeltől estig kín vannak a kollégáim, két műszakban, akár hétvégén, ugye kora reggel, kora este, tehát azért szeretném mondani az illegális hulladék lerakóknak, hogy nem csak hivatali időben vagyunk jelen, ezen a jövőben sem kívánunk változtatni, sőt épp ellenkezőleg, ugye a tetteneréseknél, illetőleg egyéb lakossági bejelentések is nagyon-nagyon hasznosak számunkra. Ruka István hozzátette, az illegális hulladék lerakás nem csak Győrben okoz komoly gondot, más településeken is több-kevesebb sikerrel harcolnak a hatóságok a tilosban szemetelők ellen. Van, ahol egy kicsit jobb a helyzet, de általában inkább rosszabb. Az állampolgárok szemléletét ugyanis nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni.